Jó napot kívánok! Önök a Bonyhádi Naplót látják, tartsanak velünk! Partner találkozó Bonyhádon. Megköszönték a vállalkozók munkáját. Úszóverseny Bonyhádon. Diák olimpia selejtezőt rendeztek. Bonyhádi Székelykör. Magas szintű hagyományápolás. Megrendezték a Top 100 Tolna vármegye vállalkozási elnevezésű gazdasági fórum és kiadvány bemutatót Bonyhádon. Az esemény helyszíne a közelmúltban felújított Percer Kúria volt. A rendezvényt a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Tolnai Népújság, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna vármegyei adóigazgatósága közösen szervezte. Az eseményen köszöntőt mondott Filóné Ferenci Bolya, Bonyhád város polgármestere, kiemelve, hogy első alkalommal lépte át ez a rendezvény Szekszárd határát. Dr. Beréti Zsolt, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a vállalkozásokat érintő pozitívumokról beszélt. De amikor egy hivatalnak az a szemlélete, és az elmúlt időszakra, korai múlt időszakra, ez most már nem jellemző. De a hivatalnak az a szemlélet, hogy egy beruházást hogy akadályozzon meg, egy vállalkozót hogy bírságoljon meg, egy eljárásban hogy akadályozzon bármilyen módon, az nem fog előre vinni. De mind a NAV, mind pedig a kormányhivatal tekintetében az elmúlt 6-8-10 évben azt vállalkozóként bátran merem mondani, hogy olyan segítőkész és szolgáltató jellegű, akár a kormányablak, ha megnézi a kormányablak mennyivel rugalmasabb, mint egy korábbi ügyintézési rendszer, ha megnézi a NAV-tól mennyi információt tud kérni, akkor ezek most ezt a korábbi jelentős terhet azért komolyan leveszik a cégek válláról. Potápi Árpád János államtitkár szintén méltatta, hogy a rendezvény immár új helyszínen került megrendezésre, nem Szekszárdon. Arról is beszélt, hogy az új területfejlesztési politikában kiemelt figyelmet fordítanak a Dél-Dunántúlnak, azon belül is ennek a kis térségnek. A jövő nagyon pozitív, a következő 1-2 évben nagy előrelépés várható a régió gazdaságában. Horváth Kálmán, Tolna vármegye főispánja szerint a régiónk most még lemaradásban van, de az adottságai nagyon jók. Görgei Zsolt István külön előadást tartott. Beszélt az első kiadványról, amely 2005 karácsonya körül jelent meg, abban még 50 kiválasztott volt. Ez a mostani kiadvány már a 18. Hangsúlyozta, hogy a paksi és a szekszárdi járás a meghatározó a megyében jelenleg. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években, ami nagyon változott, az a digitalizáció, tehát a vállalkozások működésében, de az adóhivatal működését nézzük ott is, a digitalizáció az, ami alapvetően átrendezte az információáramlást és a gazdaság működését is, és ahogy előre tekintünk, szerintem ez lesz a tovább folytatódik, és hát a mesterséges intelligenciát emlegeti mindenki, szerintem ennek mind nagy jelentőség lesz minden vállalkozás életében. Az eseményen résztvevők meghallgathatták a Mi Újság Paks 2 című előadást Németh Szabolcs, Paks 2 ZRT média kapcsolatok osztályvezetőjétől, amelyben arról számolnak be, hol tartanak jelenleg a kivitelezési munkák. Úszás városi diákolimpiai selejtező versenyt tartottak Bonyhádon a tanúszodában. Az eseményen több korcsoport mérette meg tudását. A Bonyhádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola uszodájában került megrendezésre a Városi Diákolimpia selejtező verseny. A résztvevők gyors, mell, hát és váltó úszás számokban indulhattak, mondta Gulyás Péter edző. Újdonságként bevezették a mix váltót, tehát így 9 váltószám is megrendezésre kerül, és ennek a versenynek az a tétje, hogy aki az első 2 helyen végez a versenyszámonként, nemenként, ők a január 18-ai ugyanitt megrendezésre kerülő megyei úszó diákolimpián vesznek részt. Különböző korcsoportokban és versenyszámokban indulhattak a fiatalok. Páter Anna hát és gyorsúszásban első helyezést ért el. 5 éves koromtól kezdtem el úszni, és először azért kezdtem el, ugye, hogy megtanuljak úszni, és akkor így jöttek a versenyek, mert ügyes voltam, beállítottak, és akkor hát felfedezték, hogy ilyen tehetséges vagyok, és azóta így versenyzek. A szülők a medence mellől izgultak a fiatalokért, a gyerekek pedig egymást buzdítva hangosan szurkoltak egymásnak. Szinte mindenki dobogóra állhatott valamelyik versenyszámban. Most következzenek a híreink röviden.
Az elmúlt hétvégén kettlebell világbajnokságot rendeztek Cegléden. A Bonyhádi Spárta Akadémia és Sportok Egyesülete versenyzői ezúttal is világbajnoki érmekkel térhettek haza. Palkó Csilla első, Kis Csaba és Netz Tamás második, Weber Boglárka és Harsányi András világbajnoki harmadik helyezést ért el. Percelnapot tartott a Tolna vármegyei szakképzési centrum, Percelmo Technikum és Kollégium. A tanítás nélküli munkanapon osztályéneklési versenyt rendeztek a Művelődési Ház színház termében, ahol örökzöld magyar népdalok mellett változatos mai slágereket énekeltek a diákok. A nap folyamán Kis Hannát az intézmény diák önkormányzatának elnökévé is megválasztották. A délelőtt második részében az iskola legkisebb tanulóit avatták percelesekké szecskaavató keretében. A Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár idén is megrendezte a Repülés a mesék szárnyán népek meséi mesemondó versenyt általános iskolás diákoknak. A versenyzők Szekszárdról, Mecseknádasdról és Bonyhádról érkeztek. A fiatalokat két korosztályra osztották. Az első-másodikosok között Sebestyén Boldizsár a harmadik-nyolcadik osztályos korcsoportban, a Csádi Kamilla végzett első helyen. Beke Hanna külön díjban részesült. Hazai közönség előtt mindig egy kicsit könnyebb, így volt ezzel a Bonyhádi Székelykör is, akik hatalmas sikert arattak a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztiválon. Most a műsorukból mutatunk be egy részletet. Thank you.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!